A koronavírus járvány miatt óriási károkat szenved a vadászturizmus. Az ország 19 megyéből Tolna megye az 5. helyen áll a vadászati bevételeket tekintve. Évente nagyjából 1,7 milliárd forint érkezik ebből az ágazatból a helyi gazdaságba az országnak ezen a részén. A vadásztársaságok bevételeinek nagyjából 80%-át teszi ki a bérvadásztatás. Most viszont, mivel a külföldi vadászok nem léphetnek be az országba, és a koronavírus járvány miatt a hazai vadászok sem járnak lőni, a bevételek legnagyobb része kiesik. A külföldi bérvadászok körét jelenleg teljesen elvesztettük. Ennek a felépüléséhez nyilván majd akár hónapok vagy hosszabb időt is igénybe vehet, de a hazai bérvadászok körének is egy részét valószínűleg elveszti az ágazat, hiszen ott pedig már megélhetési gondok vannak egyes esetekben. Így az a vadász, aki tavaly még tudott erre költeni, az lehet, hogy most nem költ. A vadásztársaságok kiadásai viszont nem csökkentek. A béreket, a mezőgazdasági és az erdei vadkárokat ugyanis továbbra is meg kell téríteniük. Tolna megye esetében ezek együtt mintegy 500 millió forintot tesznek ki. További 870 millió forintot pedig vadgazdálkodásra, például a vadak etetésére, a területek elkerítésére fordítanak a társaságok. Szezonális az értékesítés szempontjából, például az őzvak szezon már megy, de jelenleg a piaca az igen-igen gyenge, tehát ezt már egyszer érinti, ezt bepótolni később. Ugyan szeptember végéig tart az idény, de nem tudják majd a vadászatra jogosultak olyan mértékben. Egyelőre a vadászkamaránál sem tudják, hogy pontosan mekkora károkat okoz majd a koronavírus, de mindenféleképpen több százmilliós vagy akár milliárdos nagyságrendű is lehet a bevételkiesés. Ha ugyanis a vírus ősszel valóban visszatér, ahogy azt a szakemberek mondják, akkor tönkreteheti a gím és a dámszarvas, valamint a hajtóvadászatok szezonját is.